Sziasztok, a nevem Gál Balázs, és mindig a tekettővel itt vagyunk München benne, hát, hogy itt lakom, és itt soha lehet állni az iPhone-ért, ez a talán a legkeletibb ország itt Európában, vagy helye itt Európában, ahol venni iPhone, lehet venni iPhone 6S-t és 6S Plus-t. Sokan állnak már most is soha, 24-én este 6 óra van, és holnap reggel 8-tól lehet majd venni az új iPhone-t. Itt van a sor vége, ahogy minden évből ismeritek, talán, hogyha német csatornában nézitek, itt már az emberek állnak sorba, és most előre fog menni a végéig, és látjátok, már több mint 100 ember van itt legalább, akik most 14 órával, amielőtt kinyit a bolt, reggel 8-kor már itt állnak a sorba, hogy megvegyik az új iPhone 6S-t, 6S Plus-t, mert 4 színből választhatnak majd, 16, 64 és 128 GB-tal is még van itt választható méret, és persze az Apple szobában még mindig simán be lehet menni, még simán lehet venni a régi terméket is, de 14 napon belül, aki megvette most az utolsó iPhone-t, és rájött, hogy mégis az új kéne, ingyen kicseréli majd az Apple nem ezeket, ahogy online le van nyilva. Ezt nagyon jó tudni, itt látjuk, hogy itt már ide többek az emberek, persze. Bent még simán lehet vásárolni. Apple Watch-ot, még más dolgokat is, és még egy kicsit, hogyha tovább nézünk, akkor itt van a szép nagy tér Münchenből, amit ismerünk sok képről, és az Apple Store-t nincs messze tőle, és persze Németországban van vagy 10 ilyen store is, Münchenen belül 2, ahol majd tényleg mindenhol már sorban állnak az emberek. Köszönben nézzetek, nevem Gábor Lázs, itt az Apple Store elől Münchenben. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, persze, hogy holnap, hogyha én is kapok egy pár új iPhone-t, leteszteljük majd a kicsit is, a nagyot is, benchmarkoljuk, összehasonlítjuk, minden külön videó van, úgyhogy iratkozzatok fel YouTube-ra. Köszönben nézzetek, nevem Gábor Lázs, és a tekettő.hu-t remélem figyeljetek amúgy, mint weboldal is.